Üdvözlök mindenkit, Macrocrim vagyok, jöjjön a második forduló. A gameplayről csak annyit, hogy mivel rég gosztoztam, ezért inkább próbáltam azt kihasználni, hogy ők találjanak meg engem, mint hogy én kezdjem el őket kutatni. Úgyhogy viszonylag jól ment ahhoz képest, hogy mennyire nem játszom most ebbe ezzel a játékkal. Na, de nem is ez a lényeg az, hogy most jöjjön a második forduló. Előre mondom, a győztes nevek lent lesznek a leírásban, és erre a videóra akkor lehetőleg csak ők válaszoljanak, tehát fel fogok tenni megint csak egy kérdést, és erre a videóra kérem szépen, hogy csak ők válaszoljanak, nézzétek ki a neveket a leírásból, ha ott van a nevetek, akkor bizony benne vagytok ebbe a fordulóba, és ti válaszoltok erre a kérdésre. Van egy illető, aki Facebookon keresztül válaszolt, úgyhogy ő ott is válaszoljon újra, hogyha megkérhetem. Nos, akkor jönnek a válaszok. Nagyon jó válaszokat adtatok általánosan. Örülök, hogy mindannyian ennyire gondoltok másokra, és hogy segítőkészek vannak, de mint mondtam, a kérdés önmagával véve egy kicsit trükkös volt, de mivel láttam, hogy milyen sokszínű válaszokat adtatok, és jó válaszokat adtatok, ezért minden kategóriából próbáltam kiválasztani azt a választ, ami a legjobban illik az adott kérdésemhez, amit adtam, és a legjobban magyarázza meg azt a kérdést, és vagy a leginkább megközelíti azt a választ, amire én gondolok. Nincs ilyen fontossági sorrend, bár a végén el fogok mondani egy választ, amire úgy gondolom az egyik legtökéletesebb választ tud lenni erre, az a végén lesz, és a végén fogom feltenni akkor azt a következő kérdést is, de most akkor jöjjenek a válaszok. Tehát elsőként felolvasom akkor Krisztián Németh válaszát. Megpróbálnék nem felkelni az álomból, tehát úgy kezdte. Viccet félretéve, ha a lelki és az anyagi dolgok is rendben vannak, akkor szerintem már csak továbbadásban lehet gondolkodni. Itt már az anyagi dolgokról szerintem felesleges beszélni, nyilván mindenki osztogatna a családoknak, ismerőseknek, rászorulóknak, de én inkább arra is pontosítanék, hogy valamit itt hagyjak magam után. Akár eszmi dolgot, vagy egy olyan, mint például a vállalkozás, stb. Úgy gondolom azzal, hogy pénzt adunk a rászorulóknak, csak egy ideiglenes megoldás, inkább lehetőséget adnék az állandó keresetre, és itt nem feltétlen kell gondolkodni anyagi támogatásra van, hogy szavak sokkal jobban segítik az ember előrehaladását, mint pár forint. Legalábbis én így tapasztaltam, de nem akarok álszent lenni, a pénz is nagyon fontos, csak a sorrend nem mindegy. Nos, ez egy nagyon jó válasz, és nagyon jó körbeírtad egyébként azt a részt, hogy igen, mindenki adna a rászorulóknak, ez tény, ez így van, de valami olyasmit kell csinálni, ugye, amitől jobban te magad is, és a világ is halad előre, és ez a különbség ez és a többi válasz között, akik csak osztogatnák a szegények között, hogy valami többet akar, mint hogy csak pénzt elosztani, de lesz itt még egy válasz, ami még jobban körbeírja ezt a kérdést. Hun Gamer írta, űrhajóval keresném az életet a Földön kívül. Valamikor régen nekem is megfordult ez a fejemben, ez a válasz azért is tetszett nagyon, de sőt, én még tovább is mennék, addig haladnék és fejleszteném a technológiát, amíg új életet nem alapítanék egy bolygón. Na, most csak ezért, de mint mondtam, minden kategóriából választottam illetve válaszokat, szóval űrhajóval keresem az életet a Földön. Ez azért tényleg egy következő lépés, amikor már mindened megvan ezen a bizonyos földön, azért nem. Nos, Biohazard Videos válaszolta, hogy nos, a világ minden pénz az enyém lenné, kiegyensúlyozott az életem, mindenem megvan, amit szeretnék, szerintem azokon segítenek, akik rászorulnak, és a nagyon muszáj lenne ölnék is érte, hogy jobb legyen nekik. Ez azért nem semmi, azért vigyázz, mit mondasz. Úgy gondolom, ha már nekem jó életem, a másnak miért ne lenne? Ez így van. Ha az emberek között is vannak olyanok, akik olyan rossz körülmények között élnek, hogy örülnek, ha enni tudnak, ezért én úgy gondolom pénzem egy részét rászorulókra fordítani, ez egyértelmű. Többit pedig felelően valami fontos célra, hajléktalan laképítés, hajléktalan rajszere, beolvastam a kommentokba, és nem akarok senkit megsérteni, de szerintem senki ne a saját célját tűzze ki maga elé, ha már mindene megvan, ha nem azt, hogy mások segítségre szorulnak. Nos, ez is egy olyan válasz volt, amit nagyon sokan válaszoltak, úgyhogy ne azon lepődjetek meg, hogy miért ezt választottam ki, és nem a tieteket. És a kulcsszó ott is van, szóval ezek válaszok mind jók egyszerre, egy bizonyos szempontból. És itt a kulcsmondat ott hangzik el a végén, hogy beleolvastam a kommentekbe, és most nem akarok senkit sem megsérteni, de szerintem senki se a saját céljait tűzze ki maga elé, ha már mindene megvan, akkor segítsen másoknak.
És ebben a részben igaz is van, és nincs is. Mert ha megvan mindened, akkor is tudsz találni egy célt, meg ha mindened. Viszont a célod lehet az is, hogy másoknak segítesz, ami teljesen rendben van, de mint mondtam még egyszer, a válasz attól jobb, mint a többi, hogy leírja, hogy mit miért csinálna, és ez is lenne a trükkje. Szóval megint csak egy általános válasz a többiből, osztoznék rajta valakivel, írta Ignéci Patrik, csak így egyszerűen. Román Walter írta, elsőként egy boldog család volna a részemről valószínűleg, de hát az egyértelmű megvan, vagy elkótyavetyélném a vagyonomat, és előről kezdenék mindent, így volna célom újból, és itt van az egyik lényeg. Itt van az a kulcsfontosságú válasz, ami majd később újra és újra elő fog jönni. Elkótyavetyélném a vagyonom, és előről kezdenék mindent, mert így volna célom újból. Ennek szerint volt egy olyan, aki azt írta, hogy innen már nincs tovább, csak meghalni. Mindig van tovább, és ez egy nagyon helytálló válasz, úgyhogy Román Walter nagyon eltaláltad, hogy itt valójában nem a pénzről van szó, hanem arról van szó, hogy te mit tudsz kezdeni azért, hogy tovább és célod legyen, úgyhogy szép volt. Tamás Cseke írta, a nekrokön az érdekes kérdés, az emberek nagy része ebben az esetben azt mondaná, hogy játszani fogja a mintapolgárt, adomány a szegényeknek, segít rászorulókon, meg stb. Nemes cselekedet. Ez ugye, ez benne van az irónia, és helytálló. A helyzet viszont az, hogy ezek úgy általában nem igazak. Személy szerint hiába van sok pénze az embereknek, nem lett igazán boldog. Nem adományoznám el a pénzem, mert akkor eldobnám munkám gyümölcsét. Gratulálok, valaki gondolkodik. Egyszerűen félretenném egy olyan bankszámla, amiről nem akkor szedhetem le, amikor csak akarom, hanem bizonyos időközönként vagy vészhelyzetekben megtartanék magamnak annyit, amennyire szükségem van. De nem szeretném felvásárolni magamat a ranglistán, nem szeretnék tanárokat lefizetni azért, hogy legyen egy diplomám. Ezért is pénzért megdolgoztam továbbra is, meg fogok dolgozni, gyűjteni fogom. Dicsekedni és szeretnék vele egy hasonló és hasonló szóval. Az én lépésem az, hogy pénzem 80%-án lefogyasztam, valahol többit meg eléldegélnék. És a többi, és a többi. A válaszod ugye abból a szempontból tetszett, és számomra emelkedett ki a többi közül, hogy ugye egyrészt leírtad az iróniával, hogy adományoz a szegényeknek, stb. A mintapolgár. De ott van, hogy nem dobnád el a munkád gyümölcsét. Szóval igazad van, tehát ha már mindent megszereztél, végighaladtál azon az úton, és tudtad, hogy mit jelent azt elérni, Azt tényleg meg kell őrizni egy valamilyen szempontból, és ki kell élvezni valamilyen szempontból, és utána természetesen az ember gondol egyet, lép tovább. Bandi 5 vagy Bandi V, nem tudom, hogy szereti a nevét. Egyértelmű, presztízselek. Ennyi. Azt hiszem, leírta azt, amit más 5000 szóban. Tovább lép egy következő szintre, egy újabb cél felé, teljesen mindegy, hogy mi az, de meg lehet csinálni. Úgyhogy ez egy nagyon egyszerű, szimpla és jó válasz volt. Ziz írta, hogy a pénzem olyan kaliberű dolgokra költeni, mely halálom után is fennmarad. Maradandót alkotni a világnak. Legyen ez tudományos életen, esetleg technikai, orvosi kutatás, amelyel példát statuál. Világbékében nem hiszek, és nem is fetszölném a pénzt, ugyanis szimpla pénzzel gyűlöletet és megszállott pacifistákat lehetetlen kielégíteni. Elképesztően jó választ. Tehát így a maradandót alkotni a világnak az nagyon jó, de a többi részét ott a világ béke utáni pénzvágyjal és gyűlölet és stb. Abban valamiben nagyon bele találtál, úgyhogy ezért is vagyok, hogy úgy mondjam, ellenes azzal, hogy szétosztani a pénzt emberek között, vagy szétosztani a pénzt itt és ott, nincs olyan, hogy elég. Úgyhogy ez egy nagyon jó válasz, ebből a szempontból is tartottam meg. Márton Schmidt írta, visszamenni az időben, újraélni a jó dolgokat. Köszönöm szépen, ennyi. El van intézve, nincs mit hozzáfűzni, szóval ez a következő cél, hogy úgy mondjam. Rage írta, világ minden pénze az enyém, nincs gondom semmire, ha ilyen lenne, meg is őrülnék. Olyan hatalmas cégeket, gyárakat alapítani, melyek munkahelyeket, pénzkeresetet hozna a családnak, országfejlődésnek, stb. Egyéni bosszum az lenne, hogy alapítanak egy olyan jellegű csoportot, ami azzal foglalkozik, hogy minden céget, vállalkozott havi szinten ellenőriztetni, hogy ne legyen ennyire kiszolgáltatva a munkás ember. Egyébként Necroclip, miért nem ír... jó, ezt tovább nem olvasom. Szóval...
A lényeg az, ebből a kommentből már az tudottak kéne a további választ is, csak abban benne van egy masszív irónia. Rage egy jó kis választ csinál le, csak az már egy kicsit azért közelít, hogy úgy mondjam, a diktatúrának a dolgaihoz, viszont a nemes cselekedet benne az, hogy talán ugye létrehozzal egy olyan szervezetet, ami azzal foglalkozik, hogy az ember maga ne legyen annyira kiszolgáltatva a bizonyos dolgokkal, csak vigyázz ezzel a válaszsal, mert tényleg ez már átmegy egy olyanba, hogy túlzott irányítás, amit az emberi természet, hogy őszinte legyek, kevésbé tud elviselni, főleg a magyar fajta, már ha nem lenne ennyire megtörve, de ez most csak saját véleményem. Nos, ez is egy sok válasz az egyik közül, és mint egy kiváló, mint egy példát, mint olyat kiválasztottam, hogy ő is benne legyen a sokaságba. És a legtöbbje úgy volt, hogy aki az első volt, az nyerte meg, hogyha ilyen nagyon általános válasz volt. Szóval Tommy Lee Thomas válaszolta, egyetértek Csizi kollégával, nyilván mindenki leírhatná, hogy mindene meg lenne, akkor adakozna és segítene másokon. Ez teljesen megállna a helyét, de szerintem te másra vagy kíváncsi ezzel kapcsolatban mindig is. Másra voltam kíváncsi. Az életben kell, hogy legyenek céljaink és vágyaink, bármennyire is közhelyesen hangzik, ez így van. Ha az embernek megvan mindene és nincsenek céljai, olyan, mintha értelmetlen lenne az élet. Persze ott van a család, barátok, stb., de nincs meg az a motiváció, miért reggel kikeljen az ágyból. Szóval minden legeljéről kezdenék, elmennék dolgozni, és hogy ez a kis szöveg végére egy nagy embertől idézek, az élet célja a küzdés maga. Igen, ez egy nagyon szép válasz volt, és nagyon jó körbeértett, ezért is választottalak ki. Tehát az élet célja a küzdés maga, szép volt. És Cheesy kolléga írt, amire Tommy Lee Thomas egyetértett, ugye. A válaszom lehet, hogy kicsit egyszerűnek tűnik, de az adott helyzetben nem feltétlenül lenne az, hogy célokat keresnék magamnak. De nehéz lenne úgy, hogy például egy kocsi megszerzése nem cél, mert ugye megvan mindenem, mert szép és jó. Hogy megvan mindenem, de egy idő után unalmas lenne. Lamborghini csodálása a garázsban, és ha a pénz boldogság esetleg nem adna értelmet az életemnek, akkor a célok biztosan. Mert ha belegondolok, akkor szinte mindenkinek az életben a nagy célja, vagy a pénzzel, vagy boldogsággal függ össze. Köszönöm, hogy elolvastad. És igen, azért nagyjából úgy éljük az életünket, hogy vagy pénzük legyen, vagy boldogunk legyen, vagy a kettő egyszerre, vagy a kettő összefüggésben legyen. Tehát én is például úgy szeretném alakítani az életemet, hogy úgy igyekszem alakítani az életemet azért, hogy meglegyen benne az a bizonyos boldogság. Nos, a következő helyes válasz, Boyle Hun, talán jól értem a nevét. Gyerekeket csinálnak és megörökölnék a vagyonomat, tudásomat, nem csak úgy szétosztogatnám a pénzem, nem a pénzem, hanem tanítanám az embereket, hogy mindenki olyan kiegyensúlyozottan tudjon élni, mint amilyen helyzetben élnének. Kiváló válasz. Szóval léteznek olyan gazdasági technikák egyébként, illetve létezik egy gazdasági pénzkereseti lehetőség, minden, ami erre alapoz, hogy amit te tudsz, és amitől neked jó, az tovább ad, és ezzel segítve mást, hogy a te szintedhez érjen el. És ez minden válasznál jobb, és sokkal jobb azoktól válaszok, akik adnának pénzt, akik csak úgy elosztogatnak, segítenek a szegényekhez. Nem csak úgy odaadnám ingyen azt, amit van, hanem segítenék annak, hogy elérje azt a szintet, ahol én vagyok, hogy az ember maga jusson el oda, ne azon a pénzzel, amit én csak úgy odaadtam neki. Az embernek kell az, hogy önmaga érjen el oda, még hogy egy kis segítséggel is, de maga tudjon elérni. Úgyhogy Bolthun, ez egy nagyon szép válasz volt. És akkor jön egy olyan válasz, ami, hogy úgy mondjam, az összeset körbeírja, és mindent elmond, úgy összesítve, az első ember, aki válaszolt erre, hogy úgy mondjam, és a leggyorsabban válaszolta meg egy kiváló válasszal. Nem saját ötlete volt, de legalább bizonyítja, hogy megfordult a fejében, és tehát elgondolkodott ezen, hogy mit jelenthet ez a válasz, és Szűcs Edkari Ádám, ő válaszolt Facebookon, úgyhogy kérlek, te válaszolj Facebookon, megint csak, hogy tudjam, hogy te vagy az. Úgyhogy ő azt írta, hogy mindent eldobnék magamtól, és az, amit felépítettem, azt újra alapozni, újra elérni. És ugye az ötlet, mint mondtam, hogy az angol tanárjától jött, és ő azt szokta mondani az angol tanárja, hogy üdvözlötte minden is. Nem az boldogít, ha már elérted a célodat, hanem az odavezető út, a szép és élvezni való.
És tényleg azért, ha eléred a célodat, azért boldog vagy, tehát félre ne értsük, és nagyon jó kiélvezni azt a gyümölcsöt, de utána valami mást keresünk, és másra vágyunk, és mást akarunk elérni, ezért kezdjük előről. Legtöbben kezdjük előről. Sokan félni kezdünk, és nem merünk lépni újra, ami úgy gondolom, hogy ez egy rossz, pedig a változás csak egy lépés, se több, se kevesebb. De ez egy nagyon jó válasz, és nagyon jól leírt mindent, aminek tűnnie kell. Ezek lettek volna a válaszok, nagyon, nagyon jó válaszokat adtatok, mint mondtam, minden kategóriából választottam egyet, a hasonlószerű kategóriákból azt, aki a leggyorsabban írta, vagy azt, aki a legjobban körbeírta azt, hogy mit miért csinálni, ezért úgy gondolom azért nagyjából igazságos volt, remélem ti is így látjátok, úgyhogy ennyi. Ennyi lett volna, nagyon szép válaszok voltak, gyerekek, gratulálok nektek, örülök, hogy ennyire felnőttes gondolkodásatok van, hogy úgy mondjam, és ennyire így látjátok azt a bizonyos világot, és örülök, hogy így ennyire jó célközösséget találtam meg, és csak úgy szólva azért vannak irigyeseim rátok, hogy így mondjam, hogy egy ilyen közösséget találtam, mint ti. Nos, a kérdésem a következő forduló, tehát erre a fordulóra az lenne, hogy ez megint csak egy nehéz kérdés, megint csak kicsit mögé gondolkodjatok, megint csak van egy hetetek, hogy válaszoljatok. Szóval ez nehéz lesz, tudját, azért lesz nehéz, mert ez a kérdés, amit előzőleg föltettem, a kikérhettétek a tanácsokat másoktól is, de most viszont most magatokra lesztek maradva, és a kérdés pedig az, hogy miért te vagy az, miért nekem játszanom kell veled, vagy miért te vagy az, amitől én meg szeretnélek téged ismerni, miért te vagy az, amitől együtt kellene megcsinálnunk ezt a videót, mit tudsz adni az egészhez, hogy ez megtörténjen? Nos, ez lenne ez a mostani kérdés. Úgy gondolom, hogy ez is egy nehéz kérdés. A legnehezebb kérdés, amit feltetnek egy embernek, hogy meséljen magáról, de én vigyázz a kérdésem, mert nem biztos, hogy rólad akarok tudni. Szóval trükkös válasz lesz, és kérném szépen, hogy csak a győztesek válaszoljanak. A nevek, még egyszer mondom, ott lesznek a leírásban, szóval. Még egyszer, miért te vagy az, akivel játszani szeretnék? Mit tudsz te adni egy pluszt, amitől jó lesz ez a műsort, és miért kellene nekem megismerkedni veled. Nos, ennyi, ezek lettek volna, ez tulajdonképpen egy kérdés, csak hogy jobban értsétek, hogy jobban mögé lássátok egy kicsit a dolgoknak, hogy mire vagyok kíváncsi esetleg. Biztos vagyok benne, hogy több válasz is fog jönni, több jó válasz is fog jönni, ebben is biztos vagyok a győztesektől, úgyhogy a következő fordulóban le fogom zárni, a következő videóban szintén felolvasom a győztes válaszokat, és az igazság, hogy azt hiszem, hogyha többen lesznek győztesek, akkor ki fogok húzni, egy ilyen sorsolást fogok csinálni egy kalapban, és kihúzom a győztes nevet, úgyhogy ez lesz, de hogyha egy győztes válasz lesz, egy igazi jó válasz, akkor ő nyert. És akkor megcsinálhatjuk ezt a kis sorozatot, és a következő videóban el fogom mondani ennek is a menetét. Ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!